Istenünk, ezen a mai estén szeretnénk rád figyelni, és szeretnénk azt, hogy minden szerinted legyen, hogy ismerjük fel a te akaratodat, a te üzenetedet, mondani valódat, és kérünk, hogy a te lelked által adjál erőt, hogy ne csak elmerengjünk, ne csak elgondolkozunk rajta, hanem éljük és cselekedjük is a te akaratodat, hogy minden akaratod szerint való legyen. Amen. Amen. Szeretnék olvasni Pál apostolnak a római gyülekezethez intézett levelének az első részéből a 16. és 17. verset. A Róma beliekhez írt levél első rész 16. versétől így szól Isten igéje. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, és zsidónak először meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban, hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Amen. Fogadjuk meg. Ezen a mai estén is nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, örülök annak, hogy lehetünk az Úr házában, ilyen mellett. Köszönjük azokat, akik eljöttek, itt vannak azokat is, akik majd később felvételből kapcsolódnak be ebbe az alkalomba. Köszönjük nagyon sok szeretettel Balafigyes testvérünket, Székelyhívból jött ezen a mai estén, és imádkozunk, hogy az Úr áldja meg testvérünknek az életét, szolgálatát, családját, és az Úr áldja meg azt az üzenetet is, amelyet készített a mi számunkra ezen az estén. Pál apostolnak a vallomását olvastam fel ezen a mai estén, és ez alapján szeretném, hogyha egy kicsit elgondolkoznánk és imádkoznánk is ennek a mai estének az áldásájáért. Azt mondja Pál, hogy én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. A
mi szívünkben is ott kell legyen az öröm, a hála, a bátorság azért a jó hírért, amely az Úr Jézus Krisztusé, az ő evangéliumáért. Valamit szégyel az ember, akkor az valami rossz, valami kellemetlen. Ugye Ádám és Éva, amikor az első emberpár védkeztek a kertbe, akkor jöttek rá, hogy hát van szégyelni valók. Amíg nem volt jelen, a bűn az életükben nem volt mit szégyeljenek. De milyen jó, hogy Isten meg akar bocsájtani, hogy el akarja venni a mi bűneinket, hogy azt akarja, hogy ne legyen a szégyennek ereje a mi életünkben, hanem hogy helyette a jó hír, az evangélium győzzön a mi életünkben. Mert ehhez mindenki számára elérhető, aki hisz, minden hívőnek ez hozza a felszabadulást és az üdvösséget. Ezért az üdvösségért, ezért a jó hírért adjunk hálát. Az Úr Jézus pedig vállalta a mi szégyenünket. Mikor felment a keresztre, akkor őt csúfolták, akkor leküdték, akkor őt megvetették, ő felvállalta a mi szégyenünket, hogy nekünk ne legyen, hogy mi szabadok lehessünk. Adjunk hálát ezért, mert ő benne, az Úr Jézus Krisztusban kijelentetik az Istennek az igazsága. Ő, aki bűn nélkül való volt, elvette a mi bűneinket, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne, és így leszünk igazak, és így az igaz ember fog az Úr Jézus Krisztusba vetett hitből élni. Adjunk hálát ezért a cseréért, ezért a lehetőségért, hogy az Úr Jézus Krisztus, ami szégyenünket elvette, hogy szabadon és hogy örömmel járhassunk az Úrral. Jöjjünk és ilyen csendesen a mi szívünkben megköszönve azt, amit Krisztustól nyertünk, imádkozzunk, és kérjük ennek a mai estének az áldását. Lélekben mindjárt tesszük ezt, abu szavakban, te legyen ingetestért kérjük az eset. Kérjük az énekkar szolgálatát, majd utána Póti Bolyát.
minden terheidet, higgyed, gondot visel te rólad Istened, veled lesz a bajban, ő segíte neked, naponként hordani keresztedet. Ne csükkölj soha el, Jézus megígérte, veled lesz minden nap, csak te bízzál benne. Ne aggodalmaskodj soha semmit vele, csak hozd Urad elé imádat ügyedet. Ha úgy érzed, terhed elviselhetetlen, megsebzett szívednek orvossága nincsen, jöjj a Golgotára, nézd fel a keresztre, és találsz gyógyírt megsebzett szívedre. Vagy ha úgy érzed, hogy késő már minden, életednek napja nem soká lemegye, akkor se csüggedj el. Életben, halálban veled lesz Istened. Minden javukra lesz azoknak, akik bíznak. Mint vihar a hajó, célhoz visz közeleg. Ott már nem lesz kereszt, teher, gond, fájdalom, ki Urához hű volt, várja a jutalom. Ismétlődik a szolgálatát, majd Tóth Krisztián.
amit kijelöltem, és ami Isten elém hozott, hogy mondjam el, vagy olvassam fel, az pont ez volt, hogy ja, nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten eleje az minden embernek üdvösségére. Úgy gondolom, hogy nem volt véletlen ez az egybeesés. És hogy honnan jött nekem ez a gondolat, 7 évvel ezelőtt, amikor államvizsga dolgozatot kellett írni, és szugeráltak azzal, hogy minél hamarabb kezdjem el, megvolt a téma, meg nagyjából gondoltam, mi lenne az, amiről szeretnék. Megvolt az a téma, de hát hallogattam. És ez a téma, amit már itt a gyülekezetben már lehet hallották már tőlem, a Rachel könnyei könyv volt. Ez arról szól, hogy amikor az első nagyobb méretű iskolai mészállásom volt Amerikában 99-ben, ez egy hívő lány a napló bejegyzéseiből írták meg a könyvet, aztán a múlt héten tudomásomra jutottam is, hogy megcsinálták ennek a könyvnek, még mostanában úgy divat a sikeres könyveknek a film adaptációját, és ezt néztem meg a múlt vasárnap, és ennek a filmnek a címe az, hogy nem szégyellem. Sokszor nehéz megállni az árral szemben, sokszor nem tudjuk azt, hogy olyan teljesen magából kifordult világban élünk, hogy talán ami eddig hagyományos volt, az ma már konzervatív, és ami eddig nem volt elfogadott, az arról szabadon lehet beszélni. És úgy gondolom, hogy akik itt vagyunk, és most az igét majd fogunk hallgatni a továbbiakban, ilyen hittel kell lennünk a szívünkben, hogy nem szégyeljük is az evangéliumot. Annyi sok a jó hírt, mert az evangélium végül is erről szól, hogy Jézus meghalt azért, hogy nekünk életünk legyen, és feltámadott azért, hogy bemenetelünk legyen az Atyához. Szeretnék felolvasni még egy igeverset, ugyancsak a Mózes 5. könyvéből, a 30. részből. Bizonyságban hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Választ azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass a szavára, ragaszkodjál hozzá, mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága, hogy lakozzál azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáinak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja azt. Szeretném, hogyha ez bátorítani minket, és amikor most az igényt majd fogjuk hallani, hogy előttünk van a lehetőség, Isten szabad akaratot adott nekünk arra, hogy döntsünk, és tudjuk választani az életet, mert nem könnyű döntést hozni ebben a zűrzavarban, de bátorítok arra mindenkit, hogy ha tudjunk így mérlegelni, és tudjunk a legjobbat választani, amit Isten számunkra megadott. Amen. Thank you.
Isten igényét az alkalomra. Pál apostolnak a Korintusi epistolának második leveléből olvasom. A 10. részből. A második versen kezdem olvasni az igét, és a negyedik verset is fel fogom olvasni, ahol Isten igét a következőképpen találjuk. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Amen. Testvéreim, imádkozzunk azért, hogy a mindenható Isten nyissa meg az ő igéjét előttünk, szívünket, lelkünket az üzenet befogadására, és akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, néhányan imádkozzunk azért, hogy a mindenható Isten tegye lehetővé szent lelke által az ő üzenetének az átvételét. Segítség, megnyissuk ne csak a füleinket, nem tudjuk megnyitni a szíveinket és a te igényt, és annak mondani valója előtt. Amen. Én is kérlek, Uram, hogy hadd legyünk mindjárt készen befogadni a te igédet, és testvérünk is hadd legyen készen elmondani azt, amit tartasz üzenni számunkra. Köszönöm, hogy meghallgattál és megáldod ezt az igény számunkra. Amen. Jó Atyám és Arrakélek, az a Te bölcsességed, az lelkednek vezetését az ige üzenetének továbbadására, annak hallgatására egyaránt, hogy célt érhessen az ige mindannyiunk életébe, a Te dicsőséged és a különbségünkre. Amen. Amen. Én is Arrakélek, Te Istenem, a többi megértem az igét, és többet fogadni is cselekedni. És kérlek, hogy kánszolokat a ügyes testvérünk szájára, amit eltűzni ezt felé. Én is hálásak vagyok, hogy ezen az estén őből tanítanám, hogy bennünk ezt a végéd át és vezetnénk. Uram, te átad az ige szólókat, hogy azt tudja, hogy velem, mint te rábízzál, azt tudja nekünk átadni. És az, hogy az ugyan az, ami szívünkben legyen valami, ne csak meghallgassuk, hanem meg is tartsuk a te szavadat. Amen. Amen. Foglaljunk el. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket testvéreim ezen az estén is. Örvendek minden alkalomnak, amikor az én Uramról, az Úr Jézus Krisztusról tehetek bizonyságot, és hasogathatom, meg hasogathatjuk együtt azt az igét, amit Isten azért adott nekünk, hogy meghatározza a gondolatainkat. Ahogy a testvérem imádkozott az előbb előttem, egy olyan világban élünk, és ahogy bizonyságot is tett, olyan világban élünk, amikor az ördögnek sikerül teljesen összezavarni az ember gondolkodását, és hogy hogyan gondolkodunk, az nagyon-nagyon fontos, hiszen ahogy gondolkodunk, úgy élünk, ahogy élünk, az formálja a viselkedésünket, abból lesz a karakterünk, az válik lassan természetünké, és annak alapján fog Isten megítélni bennünket, amikor odaállunk majd elébe. Ezért Jézus, amikor elkezdte az ő tanítói hivatalát, és az első beszédét tartotta, rögtön azzal kezdte, változzon meg a gondolkodásotok. Jussatok más felismerésre, mert elközelített hozzátok az Isten országa. És hogy milyen fontos az, testvéreim, hogy az Isten országa karnyújtásnyira érkezett meg hozzánk, mind a két kezünket kinyújtjuk, mikor imára kulcsoljuk, és kérjük Istentől, hogy engedjen be bennünket ebbe az országba. A többit az Úr Jézus Krisztus elvégezte a kereszten. Tehát az Isten országába való bejutás
részben könnyű, részben pedig nehéz, majd meglátjuk, hogy miért. És ennek az igének a világosságában próbáljunk, testvéreim, valamiféle helyes indítást adni annak, aki még nem indult el Isten felé, azon az úton, amit ő jelölt ki a számunkra, és azoknak pedig, akik már az Isten útján járnak, hadd legyen biztosabb a járásuk, hadd mélyítse el a mindenható Isten a hitünket azok között, az igazságok között, amik között megpróbálunk navigálni ezen az estén. Kedves testvéreim, a gondolkodásról van szó, okoskodásról és az Isten ismeretéről. Állítom, testvéreim, hogy azért vannak kevesen az evangelizációkon, persze ezt nem abszolút értékben értem, hanem ahhoz képest ahányan lehetnének jelen az evangelizációs istentiszteleteken. Azért vannak kevesen, testvéreim, mert nem ismerik Istent. Azért nem szeretik Istent sokan, mert nem ismerik. Ahhoz, hogy valakit megszeress, ahhoz meg kell ismerni a jellemét. Ahhoz meg kell ismerni, hogy milyen ő tulajdonképpen, hogyan viszonyul a viszonyulását, hogyan viszonyul hozzánk, hogyan viszonyul dolgokhoz. Én azóta szeretem a mindenható Istent, amióta megismertem. És minél jobban megismerem, annál inkább arcra borulok előtte, annál inkább térdre borulok előtte, és magasztalom azért, amilyen ő. És alig várom, hogy szemtől szembe találkozzam vele, és az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal. Éppen valamelyik nap eszembe jutottak a vakok, akik kiabáltak, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtunk, és az a kép villant fel előttem, hogy ezek a vakok testvéreim, ezek születésüktől kezdve nem láttak. A mi kis apró gyermekeink, amikor megszületnek, akkor hát olyan nagyon nem látnak, még nincs, nem tudnak még tisztán látni, de azt már észreveszik, ha valami elvonul a szemük előtt. Az orvosok így szokták megnézni, hogy rendben van-e minden a kisgyerekkel. És kell neki, vagy néhány hónap, talán néhány hét, utána pedig még meg mennyi, de kell ahhoz egy bizonyos idő, ameddig kristály tisztán meglátja az ő édesanyjának az arcát, és rá tud mosolyogni. És amikor mosolyog, akkor nagyon hamar minden arcizma megmozdul, és olyan jó, teljes szívből rámosolyog arra, aki fölé hajol, miután ismeri, miután megismeri. Testvéreim, adja a kegyelemnek Istenem, hogy még jobban megismerjük a mi Istenünket minden ige hirdetéssel, minden igeolvasással, és hadd nőjön a szeretet bennünk iránta, nem baj, ha túlcsoltunk, az nagyon nem baj. Azt mondja itt a felolvasott igénk, hogy Isten ismeretével szemben a sátán okoskodásokat állít fel. Testvéreim, ebben a posztmodern társadalomban, amiben élünk, pont az a baj, hogy úgy össze van kavarva a gondolkodásunk, és ezek a posztmodern proféták, akik manapság beszélnek, tudományos színezetben tüntetik fel azt, amit mondanak, és megtanítják őket, hogy miféle posztmodern retorikát tegyenek a magukévá, úgyhogy beszélnek 30 percen keresztül például, és nem mondanak semmit. Te, amikor végül meghallgatod ezt a beszédet, az az érzésed, mintha valami nagyon okos valaki szólna itt, és akkora bődült butaságokat mondana, testvéreim, ha a Biblia fényében vizsgálod meg, hogy rögtön kidugja a szeg a fejét a zsákból. Ha beírjátok az interneten a keresőbe, hogy mimikri vagy rejtőszín, nézzétek meg, hogy mennyi állat van, amely alkalmazkodik ahhoz a környezethez, ahol van, hogy alig lehet észrevenni. A sátán csapdája a posztmodern társadalomban, hogy annyira összekeveri az igazságot a hamissággal, hogy nagyon sokan már nem is látják a különbséget, ezért nagyon nehezen tudják felfedezni, vagy egyáltalán nem tudják felfedezni azokat a fontos információkat, amiknek el kellene jutni hozzá. És mikor így összekeveri a gondolatunkat, összemossa Buddhát Jézussal, meg Mohamedet, meg mindenféle bolondságot, a múltkorában beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy az ő istene egy indián varázsló. Abban találta meg a nyugalmát, ott találta meg a békéjét, és ezzel akármikor együtt tud lenni, de csak egy bizonyos
gyakorlatot kell megtanuljon, hogy hogy kerüljön egy olyan állapotba, hogy ezzel a varázslóval tartsa a kapcsolatot. Testvéreim, a régi görögök Krisztus előtt 500 évben már megmondták, ha van Isten, akkor az csak egy lehet. Még akkor is, amikik sok volt. De voltak köztük okos emberek. Akkor is voltak, akik tudtak gondolkodni. Ha van Isten, akkor az egy lehet. És az az egy Isten, az az ember számára, a földi ember számára egy ilyen vastag könyvet megillatott a Bibliát, és mi most ebből a Bibliából olvastunk, és azt mondja, hogy az egy örök igaz Isten ismeretével szemben nagyon sok okoskodás működik. Itt pedig azt mondja Pál apostol, hogy mert testben élünk, de nem test szerint adakozunk. Mi lenne akkor, testvéreim, ha ide hívnám valamelyik fiatal embert, hogy velem egy időst, és azt mondanám, hogy testvérem, gyere már szkanderezzünk egyet. Azt, ha így győzök, van mennyország, ha te győzöl, nincs mennyország. Azt mondja Pál apostol, hogy a mi fegyvereink nem testiek. Nem a test fogja eldönteni. Ez a nyomorult, földhöz ragadt, földből való test dönti el az igazságokat, hanem az igazságok azok lelkiek, azok gondolati igazságok. Nekünk gondolkodni kell ahhoz, és helyesen kell gondolkodjunk, hogy helyes ismerethez jussunk, és ez a helyes ismeret elég erős legyen ahhoz Isten kezében, hogy leromboljuk azokat a magaslatokat, amit ennek a világnak a bolondsága állít. Ezért testvérén valóban nem test szerint hadakozunk, de mégis hadakozunk. Gondoljatok a gondolati hadakozásra. Sokszor gondolatban hadakozunk saját magunkat. Sokszor gondolatban hadakozunk a feleségünkkel. Sokszor gondolatban hadakozunk a testvéreinkkel, akár a gyülekezetből, akár a családdal. Láttam már olyat az autóbuszon, aki felszállt a buszra, megfogta a szíjat, vagy megfogta a rudat, azért járt a szája. Szegény feje még akkor is hadakozott valakivel, nem tudom kivel. De hadakozott. Gondolati hadakozás. Hadakozunk, testvérem is. Azt mondja Pál apostol, hogy a mi fegyvereink ezek gondolati fegyverek. Valamikor Istennel hadakozunk. És valamikor a sátánnal. Annak idején a lelki vezetője azt mondta Luthernek, hogy a sátánnal való dialógus senkinek nem hozott még semmi jó. Én is azt mondom, testvéreim. Én is azt mondom. Nem is olyan régen egy volt diákon felhívott éjszaka fél háromkor, és azt mondta, hogy ne tessék haragudni, ha felköltöttem Frigyes bácsit, de nagy bajban vagyok, mert Németországban dolgozom, két napja nem tudok autóba ülni, pedig autót kellene vezessek, mert éjszaka nem tudok aludni. Úgy érzem, hogy itt van valaki a szobában, és ha meggyújtom a villanyt, akkor nincs ott senki, bebújok az ágyba, úgy érzem, hogy ott van velem valaki, és mikor villanyt gyújtok, akkor meg látok fent a sarokba egy manót, aki ocsmány dolgokat mond nekem. Azt kérdeztem tőle, te beszéltél már vele? Azt mondta, hogy nem. Na, nagyon jó tette. Nehogy szóval állj vele. Tudod, mit csinál? Te hívtad ezt a valakit, ezt az idegent a szobádba? Hiába mondod neki, te azt gondoljátok, hogy ennek lehet azt mondani, hogy fia, csak nyugodtan feküdjön, nincs senki. Ezzel nem csináltál semmit. Azt mondtam neki, hogy fiam, te hívtad ezt a valakit a szobádba? Azt mondta, dehogy hívtam. Jártál valami olyan nyomorult helyen valakivel, valamiféle okkult dologba belemásztál? Nem tudok semmi ilyesmiről, még emlékszem rá, hogy tetszett óvni bennünket az ilyesmitől. Na fiam, ha nem hívtad, akkor ez egy betolakodat. Na tudod mit? Hívd be Jézus Krisztust. Hívjad. És mondjad neki, te vagy a Jehósua, te vagy a szabadító. Már Gábriel azt mondta, hogy te vagy a szabadító. Uram, te vagy a szabadító, szabadíts meg engem ettől a betolakodótól. Valószínűleg megfogadta, és szóról-szóra megfogadta, mert két nap múlva felhívott, hogy 24 órát aludtam egyfolytában. Mentek, vezethetek. És mivel azóta nem hívott fel, úgy néz ki, hogy megszabadult tőle. Testvéreim, ez nem gondolati fegyver? Dehogy nem gondolati fegyver. Az
Isten ismereteivel szemben az ördög állítja fel mindig a magaslatokat, és azokat nem tudjuk másképpen lerombolni, csak az Isten igényével. Csak akkor, ha a Biblia talapzatán állsz, akkor, amikor vitatkozol, akkor, amikor véleményt formálsz, akkor, amikor beszélsz. Amikor Jézust megtámadta a sátán a kísértés történetben. Jézus is ezt a fegyvert használta, meg van írva. Nem tért el tőle egy mák szemét sem. Meg van írva. Testvéreim, abban a pillanatban, amikor az ige magaslatáról, az ige talapzatáról elmegyek, tovább nem marad fegyver a kezedben. Nézzétek, mit mond Pál apostol. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében. Hát miért az Isten kezében vannak ezek a fegyverek? Nézzétek meg! Azt mondja az Efézusi levél. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Testvéreim, ezek azért vannak az Isten kezében, mert az ő fegyverei. Ezek az ő, az ige fegyverei, azok az Isten fegyverei. Nem mindenki van olyan, hát nem jó az a szó, hogy könnyű, de talán valamennyire festi az igazságot. Amikor a kereszten a gonosztevő megtért, még csak néhány percig élt, az indulása után a járása rövid volt, és rögtön megérkezett a paradicsomba, hiszen azt mondta neki Jézus, hogy még ma velem ezzel a paradicsomba. Na de mit csináljon az a testvér? Az a testvérnő, aki elindult ezelőtt 10 évvel, elindult ezelőtt 20 évvel, elindult ezelőtt 30 évvel, és az ördög állandóan támadja. És megérkezett egy ilyen mocskos posztmodern társadalomba, amikor az ördög az összes rejtő színeit felvette, és úgy összezavarja az igazságot a hamissággal, hogy nem látod a különbséget közte. Pedig nagyon kéne látni. Pedig kéne látni. A mindennapi életben meg kellene határozni a gondolkodásunkat. Tudjátok, testvéreim, hogy az evangelizációs amerikai statisztikát olvastam, de nyugodtan rá lehet húzni a miénkre és az európaira. Még ha sokan át is adják hirtelen az életüket, nagyon sokan visszafordulnak. Jó, ha 90%, jó, ha a 10% megmarad a 90% mellett, amíg visszamegy a világ. Hol vannak utána, amikor jelentkeznek, hogy ők is jönnek az Úrhoz? Hatalmas nagy tömegek. Látjátok a világon, én láttam Amerikában, amikor óriási tömegek néztek úgy ki, mintha megtértek volna. És amikor a következő 2-4 év után ott jártam újra, azt kérdeztem a húgomtól, te mondom, hát hova megyünk most, még ki ma házba? Mondom, hát nem ebben jövünk, hát ezelőtt 4 évvel itt voltunk. Ó, kiürült itt már a parkírozón, nem jön ide senki. Átmentek egy másikba. Egy másik parkírozó telik meg vasárnapról vasárnapra, mert van ott valami szenzáció. De ezeknek az embereknek nem változott meg a gondolkodása, testvéreim. Isten pedig azt szeretné, ha nekünk gyökerestől megváltozna a gondolkodásunk. Ha elkezdenénk végre Isten szerint gondolkodni, és mernénk a bibliai igazságokat a magunkévá tenni, és aszerint gondolkodni, és aszerint élni. A fizikai párbaj alkalmával nagyon lényeges, hogy milyen talajon állok, az legyen fix, az legyen szilárd, és milyen pozíciót veszek fel. Ezeknél a testest harcokban, amikor közel harc van, azt tanítják meg leghamarabb, hogy hova álljon az ember, milyen pozíciót vegyen fel, a lelki harcban is ez a helyzet, testvérek. A lelki harcban is ez a helyzet. Nézzétek csak, mit mond Pál apostol a felolvasott igében. Azt mondja, hogy és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Azokat a gondolatokat, amik jönnek nekünk a fejünkbe, ugye nem tudjuk megakadályozni, hogy milyen gondolat jöjjön be a fejünkbe, de össze tudjuk vetni a Bibliának az igazságaival. És nem engedjük, hogy a saját eszünkből, vagy a más eszéből kipattant gondolat eluralja az érzéseinket, eluralja a látásunkat, hanem a bibliai igazságokkal hattatjuk át a szívünket és a lelkünket.
hogy fogjul ejtse a gondolatunkat a Krisztus, az evangélium, mert akkor állunk egy nagyon, nagyon kemény jó talapzaton, és akkor veszünk fel azt a pozíciót, ahonnan helyesen látjuk a dolgokat. Azt gondolja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. Miért? Mert nem helyes talajon áll, nem onnan nézi a világot, ahonnan kellene nézni. Hát milyen furcsa, testvérem, hogy az a Carl Linné, biológus, aki az élővilágnak az osztályozását, főleg a botanikában hatalmasat alkotott, látta ezt az élővilágot, látta ezt a biodiverzitást, és dicsőítette a hatalmas Istent azért, hogy mindent olyan gyönyörűen megteremtett, hogy a szegfűt szegfűnek teremtette, a kutyát kutyának teremtette, a macskát macskának teremtette, lehet osztályozni. Egyszer az egy biológusnak eszébe jutott, hogy kísérletet végez a legyekkel, hogy bebizonyítsa, hogy az egyik faj átalakulhat a másikba. És hogy 150, azt hiszem 158 féle legyet hozott végre végül, de amikor sorba rakta őket, és meghívta a biológus barátait, hogy nézzétek meg ezt a kavalkádot, ami a légből lett. Akár mégre rámutatott, azok rögtön megmondták, hogy ez légy. Nem tudott kimenni a légynek a témájából. És ez a Carl Linné, aki látta ezt a gyönyörűséget, dicsőítette a hatalmas Isten. Ahhoz, hogy 100 év múlva jöjjön Darwin, és azt a mocsokságot csinálja, ami elárasztotta a világot, és nem tudunk kigyógyulni belőle. Mind a kettő ugyanazt a valóságot látta. Carl Linné 100 évvel hamarabb, rá 100 évre pedig Darwin. Az egyik istenfélő volt, hatalmas hite volt, gyönyörűséges dolgot hozott elő az Isten hitéből, mert látta a rendet, és ennek alapján rendszerezte azt, amit Isten megteremtett, a másik pedig ebből az egészből nem látott semmit. Miért? Ez így a Biblia jól mondja, azt gondolja a bolond az egy szívében, hogy nincs Isten. Mert hiába látja a valóságot, ha bolond módra gondolkodik, nem jól értelmezi azt, amit lát. Ezért mondja Pál apostol, hogy azt mondja, hogy A mi hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, gondolati fegyverek. Az erődítmények lerombolására, amit a sátán épített, mondom mellé, ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, hogy fogjul ejtsük a gondolatainkat, hogy maradjon benne Isten uralmi körében, maradjon benne az evangéliumban, maradjanak meg a gondolataink a Bibliában. Testvéreim, majdnem leesett az állam, amikor két hívő tanult fiatalember azt mondták nekem, hogy bala testvér, csak nem gondolod komolyan, hogy 6 nap alatt teremtett el is. Csak nem gondolod komolyan! Hát ne, hogy kinevettessük már magunkat azzal, hogy mi abban hiszünk, hogy 6 nap alatt teremtette az Isten a világot. Hát testvéreim, akkor mit fogunk csinálni? Előveszünk a Bibliát, azaz ezt a lapot kitépjük, mert ez nem igaz. Találunk egy másikat, ez se tetszik, ezt is tudjuk belőle. Egy liberális teológiát végzett pap elkezdett prédikálni az egyik templomba, és szépen lassan végig prédikálta néhány év alatt a Bibliát, azt elmondta, hogy ez ezért nem igaz, ezt így kell érteni, az azért nem igaz, itt ez nem csoda volt, csak annak gondolták, meg stb. Az egyik testvérnek meg eszébe jutott, hogy vette a Bibliáját, azt mikor ez mondott valamit, mindig kitépett egy lapot belőle. A végén alig maradt neki a két kópert a között néhány lap. És mikor vége volt annak a néhány évnek, azt mondta, befejezte a Bibliát, akkor oda ment a paphoz, azt mondta, hogy na legyen a magáé. Ezt maga csinálta bele. Magának adom ezt a Bibliát. Nem lehet, testvéreim, hát hogy mész ki a Bibliából? Hogy akarsz te másképpen gondolkodni, mint ahogy a Biblia szeretné, ha gondolkodj? Aki azt mondja, hogy Isten nem 6 nap alatt teremtette a világot, tudjátok, az mit gondol? Az azt gondolja, hogy hát Isten szegény megalkotta az időt, utána pedig az idő úgy gúzsba kötötte, hogy ő se tud mit kezdeni az idővel. Hát meg van írva a Bibliában, hogy egyszerű halász írta, hogy Isten előtt annyi ezer esztendő, mint egy nap, tehát megfogja az ezer esztendőt, de ha ezer esztendőt össze tud nyomni, akkor 14 milliárd évet is össze tud nyomni. Ezer esztendő annyi, mint egy nap, mert Isten összenyomja, ha akarja, ha meg akarja, egyetlen pillanatot széthúz több millió évre. Azt csinál az idővel, amit attól. Hát szabad a hívőnek elmenni az Isten félő gondolatoktól, a Bibliának a gondolataitól? Hát Jézus Krisztus nagyon sokszor a beszédében
hitelesíti az Ószövetséget. Hát hogy lehet ilyet csinálni, testvérem? Világos dolog, hogy oda lesz az ige hirdetésünknek az ereje, oda lesz az állásunk, a hitben való állásunk, és akkor elvárnánk, hogy valaki irigyelje meg, vagy valaki kívánja meg azt a fajta hitet, amiben mi sem rendelkezünk. Hát hogy lehet úgy evangelizálni? Hogy lehet úgy, hogy megtérjen a kollégám, megtérjen a szomszédom, megtérjen a rokonságom? Nemrég voltam Hollandiában, és beszélgettem a holland barátaimmal. Tudjátok, mit mondott az egyik? Televízióban láttam egy riportot, az is ehhez hasonlított. Azt mondta az egyik mohamedán, aki Hollandiában született. Összevitatkoztak a holland-holland, a mohamedán hollanddal. Mind a kettő Hollandiában született. Együtt nőttek fel, együtt jártak iskolába, és azt mondta ez a holland-holland, a mohamedán hollandnak, hogy te mi van veletek? Az olyan megzavarodtatok? Az, mintha egy gombütés elhangzott volna, úgy támadtok bennünket, agyilag is, meg mindenféleképpen Európát. Itt nőttetek fel, itt tettétek a kenyeret, itt ringatott az anyád. Te ide, itt nősültél meg, hát mi van veled? Tudjátok, mit mondott a mohamedán holland? Azt mondta, mit vagytok úgy odáig? Mi csak egy olyan Istent akarunk elvenni tőletek, akinek te úgy se kell. És ez az igaz, testvérei. Ez az igazság. Ez az igazság. Egy olyan Istent akarnak elvenni tőlünk, akiért nem ég a szívünk, az ő igényét nem érezzük igazán a magunkénak. Hát hogy lehet hívő életet élni, ha még én sem hiszem a Biblia igazságait? Hogy lehet úgy gondolkodni, hogy lehet úgy megbízni Istenben, ha nem hiszem el azt, amit mond a Biblia? Mostanában, ha csak tehetem, elmondom, testvéreim, lehet, hogy ez is a mindenható Isten kegyelme volt. Ott állhattam annak idején 1991-ben, vagy 92-ben, emlékszem pontosan, a Westminsteri apátságban, Newtonnak a sírjánál. Őt úgy tartják, hogy a modern tudományok atya. És ha most megkérdeznék egy fizikust, nem tudom, van itt, aki a fizikát annak idején tanulmányozta, Beethoven is tudja még, hogy miről szól. Newtonnak a törvényjelző felismerését. Mondok néhányat belőle. Ő ugye fizikus, matematikus, csillagász, filozófus volt. A következő elveket fektette le, felismerései voltak. A tehetetlenség törvénye, a dinamika alaptörvénye, a hatás-ellenhatás törvénye, az erőhatások függetlenségének az elve. Azt kérdezném most egy fizikustól, hogy te szerinted melyik volt Newtonnak a legnagyobb felismerése? Hát valamikre rábökne. Valamikre rábökne. Hát igen, de én ott voltam és olvastam a márványtáblán, hogy mit mondott Newton, hogy mi a legnagyobb felismerése. Hallgassátok csak, mit mondott? A kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett meg. Ez mindörökre a legnagyobb felismerése. Ez mindörökre a legnagyobb felismerése. Hát tehát, hogy Newton tudta, hogy kell harcolni a gondolatokkal. És azon a talapzaton állt, a protestanti, nem is akármilyen keresztény volt, protestáns keresztény volt, azért tudott rendről beszélni a fizikai törvényeknek a kapcsán, mert ismerte a rendadó urat. Ugyanis ha nincs egy úr, aki rendet ad, akkor nincs rend. Akkor nincs rend. De ha én tudom, hogy van egy úr, aki az örök rendet tartja fent. És a kozmosz az azt jelenti, hogy rend, nem pedig káosz. A káosznak az ellentéte. Mikor ő ezt meglátta, akkor azt mondta, hogy a kozmosz csodálatos elrendezése. Csak egy minden tudó és egy mindenható, meg a harmónia lénynek a fejében születhetett meg. Aztán meg azt is mondta, hogy hát ugye mi vagyunk a csillagok alatt, de nézzétek meg, hogyan következtet egy tiszta elme. Azt mondja, hogy amit itt a csillagok alatt Istenből látok, elég nekem, hogy higgyek abban az Istenben, aki a csillagok fölött van, és amit nem látok. Ami látszik belőle, az pontosan elég. Sose menjetek el, testvérem, a bibliai gondolatokkal. Az az igaz, amit a Biblia ír. Ezt nem lehet összekutyulni.
Ez nem tudja összekeverni az ördög sem. Jézus is az igével harcolt a sátán ellen. És nem tért el tőle, ahogy mondtam még egy mászennyire sem. Arról van szó, hogy okoskodás, meg gondolkodás. Erről beszéltünk eddig. Testvéreim, mit tesz az értelmes és az okos? Hát nagyon egyszerű. Gondolkodik. És mit tesz a bolond? Az meg okoskodik. A kettő között óriási nagy a különbség. Azt mondja itt az ige. Ezekkel rombolunk le, ezekkel a gondolatokkal, amik az Isten fegyverei, ezekkel az Isten szerinti gondolatokkal rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek némelyek, meg persze világos dolgok. Mondjuk egy példát, testvéreim. Mondjuk egy példát a gondolkodásra, és egy másikat meg az okoskodásra. Hát, ha ad egy kicsit támpontot, hogy eligazodjunk ebben az információ kavalkádban, amit borzasztó nehéz átlátni, ha valakinek nincs bibliája, valakinek nincs hite. Először nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy gondolkodni. Minden alkotás, ami itt van. Először is, testvéreim, azt nézzük meg, hogy minden, amit itt látok itt az imaházban, meg itt az egész világon, legyenek azok házak, felhőkarcolók, tenger alatt járók, bármi, amit csak az ember megalkotott, azt mind ezzel a szerszámmal alkotta meg, meg azokkal a szerszámokkal, amit ezzel a kézzel csinál. A világ legelső szerszáma, ezen a világon a legelső szerszám, az ember ötágú kékkeze volt, amit vezérelt egy központi idegrendszer. Ezzel pattintotta a követ először, aztán ezzel csiszolta, aztán felfedeztem, hogy megolvadnak a fémek, és így tovább, egyre bonyolultabb dolgokat gyártott, ez volt a legelső szerszám. Mi tudjuk, testvérem, hogy minden szerszámmal alkotunk, és olyan bolondok vagyunk, ha elhisszük, hogy a szerszámokat mi alkottuk, ezt a gyönyörűséges szerszámot, ezt meg nem alkotta senki. Amikor arra gondolok, hogy Csokajon voltam, mikor is voltam Csokajon? Tegnap előtt. Új szószék van. Megláttam az új szószéket, nem láttam, mégis mindjárt mondtam a testvérek, mondom, testvérek, hogy kezdődött el ez a szószék? Meg tudnám mondani valaki? Aztán, aki csinálta, azt mondta, hogy hát megvette a deszkát. még hamarabb. Úgy kezdődött el, valakinek megszületett az agyában a gondolat, hogy kéne csinálni egy új szószéket. Így kezdődik el minden. A gondolattal kezdődik el. A testvérek, most nézzétek meg. És mindjárt meglátjátok, hogy micsoda hatalom az Isten igéje. Micsoda észvesztő bolondság szembe fordulni az Isten igéjével, és azt gondolni, hogy létezik valami más, ami az Isten igéjén kívül lehet igazság. Nem úgy kezdődött, hogy megvettük a deszkát, hanem úgy kezdődött, hogy jött egy gondolat valakinek az agyába. Először mindig egy gondolat, ahhoz, hogy egy csésze legyen, ahhoz, hogy egy ház épüljön, ahhoz, hogy felújítsanak egy imaházat, ahhoz, hogy bármit, nem tudtok olyan, gondolkodjatok rajta, vannak sokan, akik nehezen tudnak elaludni, de gondolkodjatok rajta, hogy létezik valami, ami nem egy gondolattal kezdődött el, ami alkotás. És rájöttek, hogy minden egy gondolattal. Igen, de a gondolat hol születik meg? A gondolat csak ott születik meg, tehát itt van a gondolat, a gondolatot megelőzi az értelem. Csak ott van a gondolat, ahol értelem van. Az értelmet meg megelőzi egy élő lény. Vagyis mindennek az eleje egy élő lény kellett legyen. Erről beszél a Biblia. Hallgassátok csak meg, mit mond. János! Azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Nem is kell tovább menni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ahogy az atyának élete volt önmagában, úgy adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában, és onnan indul ki minden. Van egy élőlény, egy értelmes élőlény, egy örökké változhatatlan, hatalmas, gyönyörűséges élőlény, akitől kiindul minden. És kiindul minden. Na ez a mi Istenünk. Tudjátok, testvéreim, hogy az evangelizációk nagyon sokszor azért nem hatékonyak,
Ezt az utcán láttam, máskülönben akkor jöttem rá. Nem pont, nem váradóan volt, egy másik helyen, ahol fiatalok nagyon jó dolgot csináltak. Szorulókat osztottak, oda mentek a járókelőkhöz, olyanhoz, aki mit tudom, hogy lehet sose járt templomba, odaadott neki egy szorulókat, és azt mondta neki, hogy Jézus szeret téged. Én mentem utána, és láttam, hogy osztogatja ennek annak, és egy alkalommal, amikor odaadta az egyik fiatal, amikor így ránézett, így csinált. Betette a kukába a szorulókat. Ez a mozdulat, mit érdekel engem? Hát világos dolog. Tudod, miért nem érdekli a szabadító? Miért nem érdekli Jézus? Mert nem tudja, hogy bűnös. Mert nem tudja, hogy szabadulni kéne. Ezért az igazi evangelizáció nem ott kezdődik, hogy Jézus szeret téged, hanem ott kezdődik, hogy Isten megteremtette az embert a saját képére, aki megfertőződött a bűnnel, és nem tud tőle szabadulni. És te se tudsz tőle szabadulni, meg te se, meg én se. Csak, ha a szabadító szabadít meg. Aki már rájött és elhitte, aki tudja, hogy a bűn szétszedi, darabokra szedi szét a bűn, és állandóan támadja, azt tudja, hogy szüksége van a szabadítóra. Az már nem is úgy immelával imádkozgat ám, hanem nagyon komolyan sikítja az égre, hogy Uram, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. És ne engedj kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert erre is Jézus tanít meg minket. És az ilyennek már evangelizálhatsz, ennek már mondhatod, hogy van szabadulás, mert tudja, hogy szabadulni kell. Annak idején raktárnok voltam az iskolánál, mielőtt vallástanár lettem. És egy alkalommal a raktárokban mindenhova tettünk le patkányfogókat. És egy alkalommal gyorsan végigjártam a patkányfogókat, hogy cseréljen ki, vagy lássam, mi a helyzet. És az egyik patkányfogó le volt csapódva, és nem volt benne a patkány. És mikor közelebb mentem, kíváncsi voltam, mi van. Tudjátok, mit találtam a patkányfogóban? Egy ilyen rövid kis lábat. A patkány lerágta a saját lábát. Ha tudjuk kiszabadulni, nem vicc. Ezt a róka is megcsinálja. Ha nem tud kiszabadulni, tudja, ha ott marad a halál fia. Aki tudja, hogy ha a bűn fogságában marad a halál fia, az kiáltani fog a szabadulásért. Annak már ne evangelizálhatsz, annak mondhatod. Az fogadni fogja legfeljebb. Az már érti, hogy miről van szó. Ez mind gondolati úton zajlik, testvéreim. Itt a gondolatok harcolnak egymással. Itt a gondolatokat kell labba vetni ahhoz, hogy értsük az Isten igéjét, hogy lássuk, hogy mi folyik körülöttünk, és tudjuk, hogy mi a tennivalónk. Lássuk, hogy merre fele kell forduljunk. Tehát ez a gondolkodás. Na, adjak egy példát az okoskodásra. Azt mondta az egyik nagyon bacska fiú egyszer neki vallásóra. Frigyes bácsi, a jó Isten minden tudó, mondom, igen. Minden tudó. Abszolút minden információnak a birtokában van. És minden információnak a birtokában volt. Most sem tud többet, mint a kezdetekkor, mint örökké. Mindig ugyanazt tudta, nem kell többet tudjon, mert mindent tud. Tökéletes tudása van. Ő az egyetlen, akinek tökéletes tudása van. Azt mondja, hogy akkor, mikor én megszülettem, mondja ő, most jön az okoskodás. Mikor én megszülettem, ő már tudta, hogy én el fogok kárhozni, vagy üdvözölni fogok. Mondom, persze, hogy tudta. Azt mondja, akkor tessék nekem megmondani, hogy akkor miért engedi, hogy végig szenvedjünk itt egy nyomorult életet, miért nem küld már bennünket egyenesen a kárhozba, vagy a örökéletbe. Még voltak az osztályban, vagy 20-valahányan. Azt kérdeztem tőlük, hogy szerintetek okos dolgot kérdezett? Okos dolgot. Testvéreim, higgyétek el nekem, hogy nagyon sokan, nagyon sokan. Ez olyan, hogy egy bolond százat csinál. Nem gondolkodnak, nincs önálló gondolkodás. Ezért lehet őket elvinni erre, meg elvinni arra. Látjátok, Isten milyen gyönyörűséget talált ki? Ide adta a Bibliát a kezünkbe, egy írott könyvet. Kikeresheted a Máté 3.16-ot, ahányszor akarod. Megnézheted, jön egy másik ige, elteszem, kiveszem megint a fő, megint megnézem, gondolkodok, mérlegelem.
Nem kényszeríti ránk Isten a normális gondolkodást, az ige szerinti gondolkodást. De ha akarom, akkor elmerülhetek benne. Mondom ennek a gyereknek, hogy na fiam, nézd csak meg hány híved lett hirtelen, hány követőben. Mondd meg nekem, mikor nagyapád megszületett, akkor a jóisten őről nem tudhatta volna, hogy elkárhozik vagy üdvözül? Hát dehogy nem azt mondja. És mondom, ha elküldte volna vagy az üdvösségre, vagy a kárhozottba, a te apád meg te hogy születtetek volna meg? Látjátok, testvérem, bolondság. Ez nem okosság. Ez az okoskodás. Ez az okoskodás. És ez a nyomorult világ az okoskodásból rohan a kárhozatba. Az okoskodással kikövezett úton megy a pokol felé, tántorog a pokol felé. És azért kellenél te, aki normálisan gondolkodol, hogy beszélj a szomszédoddal, beszélj a munkatársaddal, lássa a mindennapi életeden, hogy neked van tartásod, te látsz egy rendet, te rendesen gondolkodol, nem pedig rendtelenül vagy rendetlenül. Annak idején Francis Schiffer, aki egy keresztény gyermekes volt, Svájcban egy olyan lakást hoztak létre a feleségével, ahova minden héten egyetemistákat fogadtak a világ minden sarkáról, akik mentek azért, hogy tanuljanak meg keresztény módon gondolkodni. Higgyétek el nekem, testvéreim, higgyétek el, tapasztalatból is mondom. Ha rájönnek, hogy te normálisan gondolkodol, és mindig egyformán, és erős hited van, mert ismered az Istent, és tudod, hogy hogy kell lerontani ennek a világnak az okoskodásait, fognak menni hozzá tanácsért, hogy megkérdezzenek tőled bizonyos dolgokat. Ha velük húzol az árral, aztán te is hol eszidod, hol asszidod, hol erre tangózol, hol a másik fel, akkor nem lesznek kíváncsiak arra, hogy milyen gondolat. Csak akkor lesznek kíváncsiak a hitemre, hogy miféle reménységem van nekem, ha azt látják, hogy az én reménységem és az én gondolataim különbek az övékénynek. Tehát testvéreim, aki nem indult még el az Isten útján, annak jó, ha alapos indítást adunk a Biblia igazságaival. Aztán aki pedig elment, annak pedig alapos eligazítást, hogy járás közben el ne tévedjen. Ezért van az, hogy olyan sokan visszalépnek, testvéreim, az evangelizáció után, annyian másképpen gondolkodnak, mert nem voltak meggyőződve igazán arról, amiben meg kellett meggyőződni. Egy alkalommal, egy református gyülekezetben imaheti alkalommal szolgáltam, és amikor vége volt, kijöttünk a templomból, az egy presbiter azt kérdezte tőlem, hogy tessék már megmondani, az Isten országáról tetszett beszélni. Én nekem eszembe jutott valami. Bementünk a gyülekezeti terembe is, ott még beszélgetünk egy pár percet. Azt mondja, hogy mondjam már, hogy tudjak én az én barátaimmal, kollégáimmal beszélni, mert mindig azt mondják, hogy csak ilyen világot tudott Isten teremteni, mint ez a nyomorult világ, amiben élünk. És mondtam, hogy nagyon jó, hogy megkérdezte, és ezzel lehet akár mikor, testvéreim, nagyon komolyan lehet nekünk polemizálni, vitatkozni, mert nekünk van igazunk, akik ismerjük a Bibliát. Isten nem csak ezt a világot teremtette. Hát nem azt mondja a jobb keze felől állóknak, hogy jeltek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely nektek készítetett a világ teremtése óta. Hát Isten megteremtette az ő országát, amelyik vár bennünket, úgy tanított imádkozni, hogy ti azért így imádkozzatok. Jöjjön el a te országod! Zárójelbe tehetnénk, mert a miénket tönkretettük. Legyen meg a te akaratod, mert ha a miénk van meg, akkor az van belőle, ami látszik. Dehogy is csak ezt a világot teremtette. Csak ebbe a világba beleszülettünk, akaratunkon kívül, viszont az Isten országában nem fog senki bekerülni az akaratán kívül, azt már kérnie kell. Onnan már Isten kitiltotta a sátánt is, meg mindenféle gonoszt. Oda csak az fog bemenni, aki nyújtja a kezeit. Isten pedig ezt az országot megnyitotta a számunkra Jézus Krisztus által, elküldte nekünk ennek az országnak a királyát, aki először deklarálta ezt az országot, meghirdette, utána megmutatta ennek az országnak az erejét,
hogy higgyék el, azt mondta Nikodémus, emlékeztek? Senki nem cselekedheti azokat, amiket te cselekszel, csak ha vele van az Isten. És amikor feltámasztotta a mai ifjút, akkor a sokaság azt mondta, hogy az Isten jött le közé. Itt van az Isten köztünk. Tehát Isten deklarálta a fián keresztül ezt az országot, bemutatta ennek az országnak az erejét, és a halálával és a feltámadásával lehetővé tette, hogy te, aki jelentkezel és kitartasz a hit útján, megérkezél ebbe az országba. Na, ez az öröm mindenkinek, kivétel nélkül testvérek. A másik dolog pedig az, hogy van egy Bibliánk, ami mindezt leírja. Én is onnan vettem mindent, amit itt ma este megpróbáltam veletek megosztani, minden gondolatot. Erre a talapzatra helyeztem a Bibliának a talapzatára. Az univerzumnak van gazdája, ez egy nem egy gazdátlan, kihalt nyomorúság, hanem van az univerzumnak gazdája, sőt, az egész teremtettség, és az egész teremtettség az nem a Föld. Az egész teremtettség, azt mondja a római levél, sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. A másik az, hogy Isten az ő fiát beküldte közénk, ahogy beszéltünk róla. És még egy dolog, testvéreim, befejezésül. Tudjátok, testvéreim, hogy az iskolában, én nem tudom, Laci, mikor nem tudtál, voltak már, akkor még voltak, árvák ott az iskolában. Akkor előtte végeztek. Volt vagy 80-90 árva, akiket gondoztunk ott az iskolában, oda járt a különböző osztályokban. Testvéreim, tudjátok, ezekkel az árvákkal milyen borzasztó problémák voltak. Kimutatott dolog, az a kisgyermek, az a baba, amelyik nem kapja meg a szeretet adagját, a simogatást, amíg felnő, szervi problémái akadnak az agyában. Nem is fog úgy fejlődni, mint egy másik normális ember. Nem tud kifejlődni, mert hiányzik neki az a szeretet, amit meg az a szeretet porció, amit meg kellene kapjon a fejlődése során. És nagyon sok bajuk volt ezekkel az árvákkal. Szellemileg, ezek örökké frusztráltnak érezték magukat, ezeknek mindegyiknek kisebbségérzete volt. Ezek, ha tényleg őszintén a fejükhöz nyúltál, megsimogattad őket, abban a pillanatban átöleltek, valósággal ragacsosak voltak, annyira kívánták a szeretetet. Ezek az árvák. Na, de hogy lehet az ember árva? Hát az ember úgy lehet árva, testvéreim, hogy valamiért szülei nélkül marad. Úgy is maradhat valaki a szülők nélkül, hogy betették egy kórháznak a, mit tudom én, milyen inkubátorjába. Úgy is maradhat, hogy meghaltak a szüleik, úgy is lehet valaki árva. Hogy akaratukon vagy akaratuk nélkül a szülők elváltak a gyermektől. És van egy másfajta árvaság, amit ez a nyomorult bolond világ gyakorol. Mikor kitagadja az atyát, mikor megtagadja az atyát, na az is árva. És nem csak árva, hanem bolond is. Megtagadja a saját szüleit, megtagadja a saját mennyei édes atyát, és az univerzum árvája lesz. Testvérem, adjatok hálát a Jóistennek, hogy ti nem vagytok árvák. Nektek van mennyei atyátok, aki elküldte a fiát azért, mert veletek akar lenni egy egész örökké valóságban. Na látjátok, ez is egy olyan dolog, amiért térdre esek előtt, és nagyon-nagyon szeretem az én gyönyörűséges mennyei atyámat. Amen. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, akit indít a lélek ezeknek a gondolatoknak alapján, röviden, bárki, aki szeretne. Hálával mondtam az én szívem, drága Jóisten. Köszönöm neked, hogy sorsomat kezedbe vetted, és köszönöm azt is, hogy formálod életemet. Uram, te látod gyengeségem, betegségem, köszönöm az erőt, amit adol, hisz te nélkül semmi nem vagyok. Uram, ezért áldalak és magasztalak, és arra kérlek, Úr Jézusom, költözzél a szívembe, és lakjál benne. Ne engedd, hogy jobbra vagy balra, nem egyenesen menjek a cél felé, ahol elkészítetted nekem is azt a drága helyet, ahol majd együtt el lehetünk, és tudom, drága Úr Jézusom, újjá teszel mindenben, nem Uram,
Ezért a dicsőség a tiéd a hálad, most és mindörökké. Amen. Köszönjük, drága jó atyánk, hogy ebben az estén is drága lelked ereje által itt voltál köztünk. Kívántad erősíteni a mi hitünket, az a kérésen segíts meg, hogy soha senki és semmi ne szakítson át tőled. Amen. Istenem, hálát adok neked ezért a mai estéért, hálát adok Istenem, hogy gyermekedre fogadtál engem is. Istenem, kérlek segítsél meg, hogy ezért mindig hálás gyermekkel tudjak lenni, és kérlek segítsél meg, hogy minél szentebb életet tudjak élni, és kérlek segítsél meg, hogy minél többet tudjam olvasni a te szent ígédet, hogy jobban meg tudjalak ismerni ezáltal. Amen. Én is köszönöm neked, Istenem, hogy nekem is a gyermeket lehetek, Istenem, hogy a gyermeket. Segíts, hogy ezért így nagyon hálás legyek, és utolom járjuk. Amen. Köszönöm, jó Istenem, ügyére, hogy nem láttam. Nagyon szépen nagyon kóstolás. Köszönöm, hogy Jézus, hogy azokat a perceket és időket, talán évtizedeket, azokat az okoskodásokat, amit én gyakoroltam veled szemben, és te azt elnézted. Uram, én mindezt másra, vagy emberekre akartam rákenni, rámázolni, de Uram, én voltam a lépkes. Köszönöm, Úr Jézus, a mi jóságban adsz szeretetedet. Uram, és arra kérlek, törzd be szívem, lelkeddel, hogy amennyi időm van még, tudjak lelked által letelve járni itt, hogy készen legyek a munkra, amikor elszólítasz. Amen. Köszönöm, én is megköszönöm neked azt, hogy megismerhettelek tégedet, megújítottad az én gondolataimat, az én elmémet, és így megismerhettem azt a munkát, amit tettél, érettem, és szívemet hozzád hozhattam és megtisztítottad. Köszönöm, Úr Jézus, hogy velem vagy minden nap. Arra kérlek, hogy továbbra is segíts bölcsen és tisztán élni az életet, hogy bejuthassak a te országodba. Amen. Én is azért szívemet hozzátenem, jó Istenem, aki vagy, menjen és földön, teremtettél mindent benne, minket is engem, és köszönöm az Úr Jézus Krisztus áldozatát, köszönöm a hitet, amelyel én is értek bennem, hogy szolgáltatnak, örömmel segíts, hogy mindig hűséges legyek hozzá. Amen.
Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy nem csak hogy hagyod magad megismerni, hanem a kijelentésben mindent elmondtál magadról és a te fiadról, és a te lelkedről, amire szükségünk van ahhoz, hogy bejuthassunk a te országodba, és együtt legyünk veled örökké. Istenünk, szívből köszönjük ezeket az információkat, szívből köszönjük a te gyönyörű igédet. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki teremtettél bennünket a saját képedre és hasonlatosságodra. Könyörögve kérünk áldott Istenünk, segíts úgy élni az életünket, ameddig megtartasz ezen a földön, hogy miközben haladunk te felé biztos léptekkel, ha tudnánk másokat is segíteni te hozzá. Amen.